Hasájn Lajos egy nagyon érdekes fordulóponton van, hiszen a századfordulón kezdődött az ő pályája. 1883-ban született, pont 130 évvel ezelőtt, és az ő költői indulása egybeesik a nyugat indulásával, amiről mindenki tud, iskolában tanítják. És ez a nagy költői forradalom, amit Adiendre és kortársai hoztak létre, ez nyilván a papköltőkre is ugyanolyan nagy hatással volt. A költői formáknak a forradalmasítását Harsányi Lajos is ugyanúgy alkalmazta, viszont ő a régi tartalmat, az értékeket, az ő általa megismert értékeket szerette volna az új formába beleönteni. Ő úgy mondta, hogy a régi meg megrakni az új hajót. Harsányi Lajos a maga korában országos hírnévre szertevő győri, győri egyházmegyés, katolikus papköltő volt. Azt hiszem, hogy elsősorban azért is szükséges, hogy mi a, az emlékét ápoljuk, mert azért mégiscsak közülünk származott. Győri pap volt, győri egyházmegyés volt, győrhöz több szempontból is kötődött. És én úgy gondolom az irodalmi megítélését, hogy ő azért, mint általában azért a többi papköltő is, a, a kismesterek közé tartozott. Hát nyilván, mint költő nem volt egy Adi Endre, nem volt Babics Mihály, mint prózaíró nem volt egy Móri Zsigmond, ugyanakkor viszont mégsem jelentéktelen az ő életműve is. A tanítványaimnak is mindig azt szoktam mondani, hogy ha egy korszakot meg akarunk ismerni, akkor nem elég a korszaknak a kimagasló nagymestereit, a zseniit ismerni, mert a zsenik azok mindig a korszak határok fölött állnak, azok mindig egyetemesek. Ha egy kort meg akarunk ismerni, akkor a, a másod Vonalba tartozó kisebb mestereket is meg kell ismernünk, mert ők sajátosan koruknak a gyermekei. Összesen tíz verses kötete jelent meg, regényei pedig jó részt szentek életrajzai, Szent István, Szent Erzsébet, ami ugye a Szent Asszony az Erzsébet évnek most a hivatalos regénye is volt. Talán azok a versei a legjelentősebbek, amik egy nagyon közvetlen egy bensőséges mélyhitről euh, tanúskodnak, hiszen ez az újdonság az ő költészetébe, hogy euh, a saját megélt belső hitéből táplálkoznak. Most volt a, a születésének a 130. évfordulója nemrégen. A Győri Hittudományi Főiskolán tartottunk egy kis ünnepséget, és külön öröm volt számunkra, hogy a Harsányi Lajosnak a rokonsága is részt tudott venni ezen az ünnepségen. Püspök úr, Bors Anikó, a vele foglalkozó tanárnő és radnóti díjas előadó művész tartott egy előadást, Versek hangzottak el a kispapok előadásában, és aztán megkoszorúztuk az emléktábláját azon az épületen, azon a kanonoki házon, amelyben egykor ő lakott, a Káptalandon 12-ben, ahol most már hál' Istennek egy szép emléktábla őrzi az emlékét, tehát a járók elők is tudják, hogy ebben az épületben lakott, amelyet ő Hortus Conclususnak nevezett, bezárt kertnek, mert hát valóban ehhez a szép kanonoki házhoz egy minden oldalról fallal körülvet kis kert tartozott, amely, ahol ő az öreg napjait töltötte. A nyugat mellett egy olyan vonalat képvisel, egy olyan szint visz az irodalomba, amit eddig nem értékeltek kellőképpen. Ő a természetet ugyanúgy szerette, ahogy a művészetet. Egy furcsa kettőség van nála, hogy mindegyikben megtalálta a szépséget, és ezt ábrázolta is a verseiben. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy érdemes az ő költészetét, mint egy különleges színfoltot ö, vizsgálni a magyar irodalom egészében.